És azután egyedül jár a moziba, de én minden szemetet megnézek egyedül, egy héten háromszor körülbelül. És az az idő elbaszás, ami helyett nézhetnék művészfilmeket. De miért? Miért? Egyedül moziba járás? Nem tudom. Tulajdonképpen tök titokzatos, meg szexi az elején, csak aztán valahogy inkább magányossá válik. Tudod, hogy kivel beszéltem? Kivel? A Viszkop Fruzsival pont említette, hogy valamelyik nap gondolt egyet, és elment egyedül moziba. És így nekem eszembe se jut, pedig azért néznék filmet, csak én úgy vagyok vele, hogy hú, elmennék moziba valakivel, hát nincs kivel, kettősnél nem megyek moziba. Ilyen hetekkel később szoktam filmeket megnézni. De ez tök fura, mert azt hittem, hogy te azt nagyon rajta tartod az ujjad a világ ütőerén. De hát hány ütőere van a világnak? Nagyon sok ütőere van, az igaz. Meg amúgy igen, szerintem nem kell ilyennek lenni. Ja, amúgy forog. Izgulsz? Már forog. Ja, tényleg. Szóval most én sose érzem azt, hogy így kényszeresen megnézzek valami művészfilmet a moziba, hanem így azt nézem, ami érdekel. Vagy úgy gondolod, hogy meg kell nézni dolgokat? Hát én gondolom úgy, hogy mindent érdemes megnézni, meg igazából nekem ez a szakmám, neked is. De tudom, köszi. Igen, egyébként. Nem, csak én azért mentem el egyébként a színműre forgatókönyvírást tanulni szerintem, mert hogy azt akartam, hogy az legyen a feladatom, hogy megnézzem ezeket a filmeket. Ahogy előtte meg a bölcsészkarra, meg azért mentem el, csak fél évet voltam, hogy az legyen a feladatom, hogy elolvassam azokat a könyveket. Ugye a pszichóra miért mentem el? Na, azt nem tudom. Voltál pszichószakon? Van egy BA diplomám, képzeld el. Pszichológia. Ezt nem vágtam. Úristen. Viselkedés elemző vagyok. Jézusom, és akkor, na jó, és akkor innentől én inkább megszólalok, tudod, és én így remélem nem látszik semmi metakommunikációs jele annak, hogy hogy érzem magam. Vállak fönt, meg izék. Le se vágnám sosem. Nem vagyok befeszülve. Jó. De ott nagyon sokat kell tanulni. Hát, Jézusom, stréber vagyok, ilyen könyveket kell benyomni, igen. Nem? Igen, és ráadásul bennem van egy ilyen kényszeresség ezt illetően, hogy azért volt nagyon rossz, amikor szakirodalmat kellett folyton tanulnom, mert egyszerűen nem tudok egy szép irodalmi könyvben sem átugrani semmit, tájleírás, meg ilyesmit, mert akkor azt érzem, hogy nem olvastam el. És a szakirodalmat meg nem tudod az összeset végigolvasni, viszont akkor meg azt érzed, hogy nem tanultál meg mindent a vizsgára, és akkor az onnantól baszhatod. De várjál, te szerettél olvasni, mire... Mikor pszichóra jártál? Mármint úgy, hogy az olvasás szeretete az így, az megvan? Mármint szakirodalmat, vagy... Bármit. Hát az olvasás szeretete az nekem annyira alapvető, hát ez ilyen családból származó. Jó, ez szerintem már nem rosszból, szerintem ez ettől nem kell, hogy jöjjön magától. Hát nem, csak nekem tényleg azt csinálták a szüleim, hogy tudták, hogy melyik könyvet mikor kell a kezembe adni ahhoz, hogy abban az életkorban az pont akkor passzoljon, tehát mondjuk egy Jókait... az 10 évesen kell olvasni, mert akkor még tök jó. Ez, amikor később próbálják lenyomni a gyerekek torkán, akkor már nyilván kagyi, meg fekete-fehér. Meg na de erre gondolok, meg... igen, hogy mikor általánosban, meg gimiben kell a kötelezőt, hát már a szótól rosszul vagyok, hogy egy a kötelező olvasom, hogy miért pont az a kötelező, vagy nem tudom. Hát de azért azok általában azért úgy megvannak szerkesztve azok a könyvek, amiket kötelezőnek adnak. Én nem ezt mondom, csak hogy ez is, hogy a világ ütőere, hogy hány ütőere van, az irodalom is ilyen. Igen. A filmek is ilyen, minden ilyen, egyre több. Az baromi gáz, hogy nem frissítik ezt, az biztos. Lehet, hogy egy csomó mindent egy az egybe ki lehetne szedni onnan is, berakni a helyére valami újabbakat, az tény. Lehet. És miért mentél pszichóra úgy eleve? Ültél otthon, és hát én pszichológus leszek. Azért, mert nem akartam oda menni már megint, ahol a nővérem. Ja. Jó, igen. Meg igazából én klasszika filológus akartam lenni Oxfordban, és mire rájöttem végzőskoromra, hogy nem valójában nem akarok latin és ógörög szövegeket fordítani egész életemben, amiket már rég lefordítottak mások, addigra már ott álltam, hogy most akkor jelentkezni kell. És pont indult forgatókönyvíró szak, de valahogy nem jelentkeztem végül. És akkor egy ilyen 4 éves Varga betűvel végre eljutottam a felvételig. Jó, én nem akarom mondani, hogy mekkora kanyart írtam le, mire én is eljutottam a színművre, de egyébként nagyon vicces, hogy milyen sok vendég itt az adásban arról mesél, hogy így indultam, és ide értem. Tehát senkinek se ilyen A-tól B-ig egy ilyen egyenes az élete.
Igen, de közben nekem olyan szempontból az volt, hogy annyira hamar ráálltam arra a pályára, hogy tulajdonképpen szlemmelek, és azzal már jött az, hogy akkor regényt írok, azzal, hogy verses kötetem lesz, azzal, hogy újabb regényt írok, azzal, hogy nem tudom, hogy az egész szímű, ez igazából a végére már csak egy ilyen plusz volt, vagy az, hogy akkor legyen ez, vagy hogy akkor járhassak még egyetemre egy, nem tudom, 30 éves koromig, vagy mit tudom én, tehát hogy bármeddig, és ez, hogy megvegyem azt a szabadságot, hogy jó, azért van egy szakmám, mert ugye pszichológiával egyáltalán nem akarok foglalkozni, és tulajdonképpen ezért jelentkeztem végül, tehát nem azért, mert ez volt az álmom, vagy ez volt a célom, és most nagyon örülök, hogy ott vagyok, de attól még nem azt érzem, hogy eljutottam valahova, ahol mindig is akartam lenni. Néha ilyen érzéseim is vannak egyébként, de hogy nem, hogy inkább az volt, hogy amellett, hogy van egy nagyon erős pád is, vagy egy ilyen pályája az életemnek, amellett amúgy egy kicsit foglalkozom ezzel is, vagy hogy értem. Hát de szerintem nincs olyan az ember életében, vagy az lehet, hogy valami sziréna vagy riadó a fej fölött, ha azt érzed, hogy megérkeztem, és minden tökéletes, és innen nem lépek tovább sehova. Nem? De azért nem van olyan azért, hogy ezt így érzed, csak egy idő után megunod, nem? Vagy... Nem tudom. Én nem nagyon érzem azt, hogy megjöttem. Hát én sem, mert remélem még van hátra egy kevés. Hát én mindig nagyon szeretek új műfajokat kitalálni, és addig, amíg mondjuk nem találok ki valami teljesen újat, amit még soha senki nem csinált, addig úgy sem nyugszom meg, úgyhogy... Hát mondjuk ehhez az amúgy sok sikert kívánok. Jó. De nem, ezt most nem... Nem kell megnyugodni, tehát nem fogok de ezt nem trollkodásból mondom. Jó, de tudod, ez a South Parkban a Simpsonék már megcsinálták című epizód. Nem tudom, hogy megvan-e, akkor ha megvan, ha nincs, mondom a többieknek is, hogy van ugye Butters, a kis szőke, és akkor kitalálja egy epizódon keresztül, hogy milyen gonoszságokat fog csinálni, mint Káosz kapitány. És minden egyes akciójáról kiderül, hogy ezt már a Simpsonék megcsinálták. Tehát, hogy nem... Így a világban nincs nagyon új a nap alatt, vagy... És ez nem ellened mondom, hanem ez mekkora teher, ha az ember így azt mondja, hogy na most jön a legújabbat akarom. Hát borzalmas teher, viszont az is igaz, hogy én mondjuk, amivel igazán foglalkozni szeretnék, úristen, állandóan magamról beszélek, ez borzalmas. Hát de azért vagy itt, légy szíves, hadd ne kelljen már beszélni. Utálom az én szót. Na mindegy. Szóval, hogy én igazából... Azt látom, hogy az a célom, hogy így leképezzem azt, ami van, és mostanában annyira gyorsan pörög minden, és annyira változik, hogy tulajdonképpen csak oda nézel, és már nem az van. Tehát nagyon nehéz megfogni, ugyanakkor pont ezért meg lehet is egy kicsit újat mondani, mert hogy annyira gyorsan már, de nem tudom, egy 200-300 évvel ezelőtt még azért nem, tehát volt olyan, hogy évszázadokig ugyanaz a rendszer volt, ugyanaz volt, ugyanazt csináltak az emberek. Generációkon keresztül ugyanúgy éltek, stb. Most még nem ez van. Hát nem. Rohadt sok minden vesz minket körül, azt leszámítva, hogy nyilván mindennek az alapja, az ugyanaz, mint régen volt, érted? Szerelem, meg mit tudom én, kapcsolatok, meg politika, meg háború, meg mit tudom én, agresszió, meg férfinő viszonyok, meg mit tudom én, csak mellette van Instagram, Facebook, telefon, Tesla autó, mit tudom én, ez a, lesz majd az a vákumvasút, meg stb. Ez pontosan mi ez a vákumvasút? Hát hogy így ilyen csőben így Jézusom. Kilőnek is. Hát nem vákumvasút a neve, de hogy valami ilyesmi rendszer. De hogy, aha, azt nem értem. Hát, hogy... Tudod, hogyha nincs kerék, nincs súrlódás... Akkor kisebb az ellenállás. És nem is, nem tudom, hogy az vákum-e vagy mágnes, de az a lényeg, hogy hát az majd így nagyon gyorsan fog menni. De basszus, de ez is kitalálta valaki. Persze. Nem azt mondom, hogy én ki fogok ilyesmit találni, de attól még ezt kitalálta valaki. Kitalálta valaki, de hogy érted, megnézel egy régi skifit, és így tök sokszor az van, hogy elolvasod egy skifi regényt, amit mondjuk nem tudom, 60-ban írtak, vagy 70-ben, és megírtak olyan dolgokat, amikről úgy gondolták, hogy majd lesznek, de azért lettek olyan dolgok, mert a mérnökök fölnőttek ezeken az kifi regényeken, és azt próbálták megcsinálni, uh-huh. amit megírtak. Szóval űrodüsszejában van tablet. 60-hányos. Nem akarok beégni, múltkor mondtam egy rossz évszámot, a Terminátor 2-re rosszul emlékeztem, de hogy egyik kedvenc filmem, fantasztikus szerintem, és van, ha jól emlékszem, van abban már tablet.
És amikor így, tudod, így a Steve Jobs bemutatta, hogy itt van az izé, tapipados, hogy hívják, és így eszembe jutott, hogy... Látod benne a kisgyereket, ahogy nézi. Tehát, hogy így, így értem, hogy nincs új a nap alatt. Mert az időgépet, azt valószínűleg soha senki nem fogja megcsinálni. Azért szerintem ne vegyél erre mérget. Jézusom, nem mondod, hogy nem, lesz időgép. Úristen. Nem, az, ugye az van, hogy ez is tudod olyan téma, hogy olvasol mondjuk ilyen fizikáról szóló híreket, akkor az évente egyszer-kétszer előjön az, hogy jaj, nem tudom, melyik megfigyelt fekete lyuk épp úgy viselkedett, hogy az a fizika jelenállása szerint egyébként nem lehet, de láttuk teleszkópon, hogy megtörtént, és akkor mindenki így, na most mi a szar van? Tehát, hogy így honnan tudod, hogy nem lesz időgép? Jézusom. Most egy kicsit rád raktam a parát? Rám. Mert hogy mi történt egy időgéppel? Nem is azért, hogy mi történne vele, hanem egyáltalán ezek a dolgok, az, hogy amit gondolunk, meg ami van, meg a, nem tudom, a kis inercia rendszer, amiben vagyunk, lehet, hogy így megy, de valójában ami mozgatja, az tök más, és fogalmunk sincs, ez azért baromi ijesztő. Black Mirror-t nézel? Néztem párat. Én abba hagytam. Idő után én is. Én nem bírom. Azért nem, mert annyira jól meg van csinálva, hogy rosszul vagyok tőle lelkileg. Igen. Láttad azt a részt, amikor így a retinában van ilyen kamera, és mindenki mindent fölvesz, meg rögzít. Igen. Hát esküszöm, rosszul voltam a rész igen után. És közben ez lesz. Simán. Jó, úristen, na, váltsunk témát, látom, itt egy kicsit már így... Már az első 5 percben is igen. Igen, sikerült így ráfeszíteni. Igen, az életről. Na, de várjál. Igen, egy másodpercet nem dolgoztál amúgy pszichológiában? Viselkedés elemző. Picit foglalkoztam gyerekekkel. Hát azért nem mondanám, igazából nem. Most amúgy leplezd le magad, légy szíves. Elmész egy buliba, akkor így szkennelsz amúgy? Igen, de nem pszichológiailag, hanem regényhez. Tehát, hogy tőlem prózához, regényhez, meg mindenhez. Tehát, hogy nem csak a regényhez, hanem a forgatókönyvhöz is, meg a még a rephez is, meg mindenhez igazából folyamatosan szkennelek, és hát nagyon félteni kell tőlem a sztorikat, mert azért úgy nagyjából nagyrészt lenyúlom. Szerintem veled is volt olyan, hogy beszélgettünk, és akkor így közben, amíg félrenéztél, addig felírtam valamit, amit mondtál. Jó, de hát most érted, én nem fogom megírni. Nem tudom. Én ezt mindig is utáltam, ezt a fajta viselkedést, hogy valaki előjön azzal, hogy nem tudom, valami ötlet szembe jött vele, és hát azt én előbb kitaláltam. Hát de haver, megcsináltad, vagy nem csináltad meg. Tehát, hogy ez így senkit nem érdekel, még akkor se, ha igaz, ez a szomorú valóság. Tehát, hogy ezt nem tudom, leírsz egy sztorit, aztán megírod. Általában az szokott lenni, hogy valamit hallok, és arról azt így tovább gondolom, és valami eszembe jut róla, és összekapcsolom, és akkor valami más jön ki egy picit, vagy egy csavarással más jön ki. De azért úgy felszoktam használni dolgokat. Nem átallom felhasználni. És nem félsz így nagyjából pont azt megírni, ami történik? Megmondom, miért kérdezem. Múltkor az egyik szórakozó hely mellett, ahova szoktunk járni, feküdt egy részeg tag, és próbálták összeszedni. És nem már mentő ki volt hívva hozzá, meg ilyesmi, de hogy így, tudod, így akartak rajta nagyon segíteni, és valaki hozott egy pohár vizet. És látszott a csávon, hogy ő úgy részeg, hogy ő amúgy nem akarja, hogy segítsenek rajta, ő alszik. És így odatolták az orra, hogy ezt idd meg, hogy jobban leszel, és így belekortyolt, és így eldobta a poharat, így kiköpte, és pff, ez víz! És ezt így belerakod egy filmbe, azt mondják, hogy ilyen nincs. És így előttem megtörténik, hogy tényleg van ilyen ember, aki így sztereotípia alapján azt mondják, hogy az akkora részek, hogy vízzel megsérted, és hogy konkrétan kikéri magának, hogy neki bárki vizet adott. Nincsen ilyen, hogy így valahogy a valóságot inkább egy picit úgy kell tompítani, hogy ne azt gondolják, hogy ilyen biztos nincsen. De, amúgy van, olyan is van. De olyan is van, hogy túltolom inkább. Tehát, hogy abszurdá teszem még jobban. Olyan is van. De pont ez a középlet, ami még hihetően, de igazából nem az, az tényleg rossz. Úgyhogy van. És akkor hogy képzeljük el a te agyadnak a működését, hogy így mész az utcán, nézed ezeket a sztorikat, és ugye, mint puzzle, próbálod beilleszgetni az éppen készülő prózába?
Egyrészt igen, másrészt tényleg az, hogy én megyek az utcán, és akkor így, vagy, hát nem tudom, olyan is volt, ezt már párszor elmeséltem más helyeken. Itt nem, itt mehet. Szóval olyan is volt, hogy ilyen halálosan összevesztünk a barátommal, aki akkor még a barátom volt, és itt kb. Csapkodtuk a tányérokat, még nem tudom mi, és akkor így hirtelen szembe jutott valami arról, amit mondom, és mondtam, hogy most állj, fel kell írni, utána tovább. És pontosan értettem, mert hogy ő ugyanebben van, mert ő is jegyzetelés. Jó, én ezt a szorít nem hallottam még, de és, előttem van. Igen, szóval, hogy mindent felírok, és nagyon, nagyjából tudom azt, hogy mit melyik fakba tegyek a jegyzeteim között. És ezért is problémás egyébként ez a forgatókönyvírószak, mert arra jöttem rá, hogy amióta inkább vizuálisak az ötleteim, mert így rányitották a szememet a képekre ezen az egyetemen, azóta egy nyelvi vagy egy verbális poénok, meg punchline-ok, meg nem tudom mi, ami mondjuk a slam poetryhez kell, az sokkal kevésbé jön úgy csuklóból. Tehát azóta sokkal nehezebben írok slam szöveget. Azért, mert úgy áll át az agyad az írásra, hogy már próbálod a képet is hozzátenni, igen. És hogy mi az, ami együtt meg fog élni? Igen. Mert ugye a slamhez nincs kép. Slamhez van igen. A slammer, aki slammel. Igen. És igen. Most mondta egy ismerősöm, hogy ő, hogyha azt mondod neki, hogy képzelni egy pöttyös labdát, akkor soha életében eszébe nem jutott, hogy olyankor másoknak megképződik a pöttyös labda, hanem ő annyira absztrakt, vagy nem igen. Tudom, ahogy gondolkodik, hogy egyébként genetikus, vagy valami ilyesmi, Oxfordban doktorizik, azt tudom, éppen így volt osztálytársam. Tehát ilyen iszonyatosan okos, de hogy annyira nem képzel el dolgokat, hogy átugorja a tájleírásokat a könyvekben, meg a karakterleírásokat, mert egyszerűen úgyse tudja elképzelni. És nekem meg ezt még erősítették, ezt most ezen az egyetemen, azt hiszem. És ez mennyire fontos. Az, amúgy szerintem az, érted, ha valamit megírnak, akkor úgy egészben olvasod el, nem? Mm-hmm. Igen. Szerintem is. Meg ez a, tudod, ez a zenébe belepörgetés, ez kb. Ugyanaz, hogy itt jön egy szar rész, és mondjuk Csajkovszki, igen, vagy a szóló, vagy itt a szargitár szól, pörgessük tovább. És így, nem tudom. Nekem vannak albumok például, hogy úgy él meg, hogy az első számtól az utolsóig, és az egy folyamat. Azok nekem is ilyenek. A Beatles albumok nekem is ilyenek. Ez egy hangulat, az egy... Another Soul, nem tudom, ez mind, igen. Ha minden igaz, lesz majd Beatles-es külön kiadás a podcastban, csak mondom. Nagyon jó, hogy kitipszene. Igen, a Kéri László fog jönni Rocktöriről mesélni, aki már volt itt kétszer. Nagyon jó. Azt majd megnézem. Hát azt ajánlom magamat. Jó. Igen. Slamről mesélj nekem, megmondom, hogy én hogy vagyok a slammel, hogy abszolút nem vágom. Nem vágom, hogy mitől más, vagy mitől ugyanaz, mint mondjuk a rap, mitől más, mitől ugyanaz, mint a költészet, ebben a háromszögben, vagy lehet, hogy négyszögben, ötszögben, nem tudom a tényezőket, hogy ez így hova kell tenni? Hát igazából ez ugye, hogyha valaki nem tudja amúgy, hogy ez mi, akkor ez azt szoktuk mondani, hogy a slam az 3 perces saját szöveg, amit színpadon adsz elő, és le van pontozva, tehát verseny, és kicsit rap, kicsit stand-up, kicsit színház, kicsit költészet, és akkor ezeknek a keveréke valahogy. De igazából az egész, mivel a kocsmákban szokott lenni, nem tudom mi, és kurva nagy közönség, minden, meg zsűri, ezért olyan, mint egy ilyen tehetségkutató. Tehát valahogy így összeszedi azokat az embereket. Én ebből csináltam a diplomamunkámat a pszichón egyébként. Slamből? A slammerek személyiségéből, abból, hogy miben tér el a slammerek személyisége az átlagos emberektől, akik nem slammelnek. Nem úgy értem, hogy átlagosan, hanem a nem slammerektől. Te ezt a mondatot majd valaki kivágja, és akkor jönnek a kommentekre. Nem akarlak beparáztatni egyáltalán, ezt csak úgy megjegyeztem. Na igen. Szóval, és egy ilyen a Big Five személyiségtesztet, azt megcsináltattam egy ilyen nagyon széles mintával. Hallgattam pszichót, a Big Five az így. Hát ez a... Fú, egyébként lehet, hogy már nem tudom a... Jó, akkor nem kell, de hogy van... Lelkiismeretesség, barátságosság, igen. Neuroticitás, extraverzió, és...
valami még. Mindegy. Valami még. Mindegy, és akkor kijött, hogy, és megbízhatóság, azt hiszem. A szlemmerek kevésbé megbízhatóak, barátságosabbak és extravertáltabbak, mint a nem szlemmerek. Többiben meg átlagosak, azt hiszem. És akkor így ez jött ki. Tehát az kijött, hogy igazából a szlem az lehetne egy ilyen extravertált költészet, vagy nem tudom. De hogy az kezd el szlemelni, akinek úgy akinek igénye van arra, hogy fölmenjen a színpadra, és ezt megmutassa, és ne csak a fiúknak írja. Viszont nekem például sose volt igény, igazából. Vagy nem tudom, tehát nagyon utálok felmenni a színpadra, én nagyon szeretek lejönni róla. Ott lenni meg, az meg olyan a kettő között, arra sose emlékszem, hogy ez milyen volt. Hát de basszus, hogyha nem szeretsz szerepelni, vagy nem szívesen szerepelsz, akkor miért van Sophie Hard, meg a tesóddal is zenéltetek valami, rémlik nekem. Tehát, ezek, az volt a neve. Igen, ez a fellépéses dolgokról beszélünk. Most klasszik lasszó, ott nem vagy. Tudom, engem mindig valahogy kilöktek. Vagy én löktem ki magam. Nem tudom, szerettem kimozdítani magamat a komfortzónámból, ami nagyon szűk volt, mert igazából nem voltam se egy... Tehát nem voltam egy társaság középpontja, mert nem voltam extravertált. Én full introvertált voltam, és sose voltam... nem tudom, nem beszéltem például, hogyha máig azt csinálom, hogy mi ott volt a nővérem meg az anyám, akik így mindig így kivették a számból a szót, ezért mindig azt csinálom, hogyha megkérdeznek, akkor elmondok egy fél mondatot, és aztán így várom, hogy valaki majd befejezi. Igen. Ezért így tök nehéz az, hogy amennyire most be tudok fejezni egy mondatot, az a 6 év kemény író-olvasó találkozó tréning eredménye. Szóval nehéz kiszedni ezeket a dolgokat, mert arra vagyok hitelesítve, hogy meg tudom írni, és ezt fel tudom olvasni egy telefonból, egy mikrofonba. És az, hogy ennek sikere lett, vagy hogy nekem ezzel sikerem lett, azon én lepődtem meg a legjobban szerintem, és máig nem értem. Tehát, hogy ilyen, nem tudom, és aztán a rap az meg már provokációból jött, meg... abból, hogy ne mondja meg nekem senki, hogy ez egy férfi műfaj, és ezt nem csinálhatom, stb. Tehát ez egy ilyen... De amúgy nem tök mindegy, hogy ki mit mond. Vagy nem, lehet, hogy már én vagyok annyira ilyen életunt, hogy így vagyok vele. Nem tudom, azért... Hát... Nem mindegy, kérdezem, hogy nem tudom. Nem mindegy, hogy ki mondja mindenki azt, amit mond, mert hogyha azért mindenki azt mondja, hogy rossz, amit csinálok... mint mondjuk, ahogy a rappemre általában azért azt mondják az emberek, akkor én tudom, hogy valószínűleg akkor ezt nem kéne csinálnom. De én inkább azt gondolom, hogy akkor viszont inkább megtanulom csinálni, és akkor úgy fogom csinálni. De hogy valamilyen szinten azért kell alkalmazkodni ahhoz, hogy mit mondanak, szerintem. Nem az olyan kommentekre gondolok, amiket még 17 éves korom óta megtanultam, mert azt hiszem, hogy így... Tehát én mindig néha elolvasom, vagy így belefutok, de mondjuk azért ezeket a gyalászkodó, meg... szexuális töltetű, meg nem tudom milyen kommenteket azért úgy igyekszem már nem, tehát azt már igyekszem leszarni. De nem tudom. Van sok Instagram feleségem, szóval így hallom ezeket, hogy ők is miket kapnak. Ez ilyen, nem tudom, ez az internet csodálatos hozadéka. Igen. Mennyi dick pic, meg ilyenek. Igen? Van? Persze, volt. Jaj, de... Nem. És ilyenkor én érzem magamat hibásnak egyébként. Hogy? Ilyen. Hát, hogy én mivel provokáltam ki azt, hogy dickpiket küldjenek nekem, és hogy úristen, dehogy kedvesen válaszolok, vagy nem. Jó, azért azt mondom, a dickpik esetében ez nem így volt, de ha mondjuk ilyen undorítóan is írnak nekem, tehát ilyen ambivalens szexistán, vagy nem tudom, amikor így azt gondolják, hogy ez most nem szexista, de egyébként az, tehát ilyen nagyon undorító csajozós szöveg, vagy nem tudom, akkor is így inkább válaszolok, mint nem. Azt hiszem. Azt hittem, hogy ezek a parasztlányok bejönnek. Nem tudom. Figyelj, valamiért írják. Ez ilyen, nem tudom, hogy sablon, sokszor lehet ismételni, ha nem lenne sikere, szerintem elmúlna. De nem tudom. Nem? Hülyén gondolkozom? Nem tudom, mert mondjuk az elmúlik, ahogy az edzőteremben megváltozik az emberek humora. Tehát, hogy hirtelen ilyen sporthumoruk lesz, vagy nem tudom, de te, hogy így... Mondjál példát, most ez így nincs előttem. Nem tudom, káposztalé van a fejekben, és ahelyett, hogy nem tudom, ezt még a Pista bácsi mondtam, aki úszni tanított kiskoromban,
Tehát nem tudom, vannak az ilyen frázisok, amiket így szoktak mondani, aha, az ilyen edzők. És sportszleng, vagy mi? Sportszleng, igen, ami ilyen vicceskedés, vagy nem tudom. És az, az olyan, hogy hiába van mondjuk tök jó humora egy edzőnek, amikor kívül van az edzőterem, szerintem amikor bekerül, akkor lehet, hogy akkor így tapasztalatom alapján valahogy így egységesíti, hogy így mindenkinek jó legyen. Hát figyelj! De ezt most nem tudom, mire kezdtük el boncolni ezt a témát amúgy. Csak azt mondtam, hogy, hogy ezek az ilyen rossz csajozós szövegek valószínűleg ja, azért hogy, nem azért halnak ki, halnak mert ki, bejön. Igen. Valaki mert ez be fog bejön, jönni. Mert ott olyankor, most megint ezzel a rossz példával élve, az általánosító sztereotipizáló példával élve, olyankor a sportolók meg így röhögnek és veszik, miközben lehet, hogy kint mondaná az edzőtermen kívül mondaná nekik valaki ugyanezt a point, akkor is neki haver. Tudod, hogy mi van? De hogy ott, ott meg így él, és ott én is így röhögni szoktam, meg mosolygok, meg jól érzem magam. Most a rengeteg alkalommal, amikor ugye az edzőterembe járunk. Erre úgy járok. Csak arra gondoltam, hogy mondtad, hogy te tök nem vagy extrovertált, és akkor ez így most helyre is billent, hogy hát akkor nem véletlen mentél dramaturg szakra, aki tényleg így elvileg nincs kamera előtt, lehet még talán a forgatásra sem egy ki, de azért oda kimegy. Kimegy? Hát nálunk kicsit az van, hogy nagyon a rendezőkkel konfliktusai vannak az osztálynak, nem a rendezők miatt, meg nem miattunk szerintem, hanem valahogy így elcsúszott egymáson, ezzel kicsit azt gondolják a tanáraink, hogy a szerzői filmek azok előnyben vannak, és ezért dramaturgok nem annyira van szükség. Vagyis mi ez, hogy nehogy belenyúljál, vagy mi? Más hát, éjba, hanem, vagy hogy, mi? Hogy a rendező az írja meg a saját filmjét, és hogy max dramaturgként te ott lehetsz mellette, de hogy az, hogy egy saját forgatókönyvet forgasson le egy rendező, mert a te saját, aha. Az valahogy nem ez a rendszer, vagy hogy nem a magyarországi szokás. És ettől aztán így, de mondom, nem is a rendezőink, nem az osztálytársaim nyomják ezt, meg nem mi horgadunk fel ellene, hanem valahogy van egy ilyen hangulat szerintem. Magyarul ilyen alárendelt szerepet kéne játszani, hogy igazából az segíts ezeket a párbeszédeket rendbe rakni, de egyébként kb. Igen, ezen de, túl semmi. Meg annyira meg nem vagyunk a forgatáson, vagy nincs dolgunk a forgatáson igazából, mert onnantól már az rendezői az összes nem tudom, minden meló. Ezért is vagyok egy kicsit elbizonytalanodva, hogy nem kéne-e inkább rendezőnek tanulni, csak a technikához meg annyira nem értek, hogy ki is vagyok tőle, úgyhogy... Nem. De ami milyen technikához, a rendezőnek a technikához nem nagyon kell érteni, vagy... Hát azért... Jó, ha most nem a technikát veszük, hanem mondjuk a színészvezetést, mikor tudnám én megmondani bárkinek, hogy te most ezt ne így csináld, hanem csináld úgy. Hát nem így kell megmondani? Hát de kérdezem. Nem, mert én általában elfogadom, ahogy az emberek a dolgokat csinálják. Én azt gondolom, hogy egy vita helyzetben is, ha nekem valaki mond valamit, hogy az úgy van, akkor én elgondolkozom, és azt mondom, hogy biztos neked van igazad. Hát ez nem egy jó rendezői attitűd, mert rendezői attitűd az, hogy pontosan tudod, hogy mit akarsz, és azt a lehető legpontosabban megpróbálod vászonra vinni a rengeteg neked alárendelt ember segítségével, akikkel aztán megkötöd a neked legjobb kompromisszumokat. Viszont én ezt a kompromisszum kötögetést, ez se annyira... Hát, figyelj, azért szerintem egy filmforgatáson nincs annyira demokrácia. Tehát ott rendező a főnök. Hát pont ez a baj. Jom nekem azzal, hogy én alárendelt legyek, nem akarok alárendelt lenni. Viszont azt érzem, hogy nem vagyok kompetens abban, hogy nem vagyok elég jó ahhoz, hogy rendező legyek. Na de igen, de ezt akartam mondani, hogyha rendezőként mész bele egy ilyen szituba, akkor te vagy a főnök, és akkor meg nem mondják azt, hogy ez nem így, az nem úgy. Hát igen. Ehhez nem azt mondod, hogy nem elég erős a kiállásod? Vagy? Aha, szerintem nem. Szerintem mindenki átgyalogol rajtam, mert hogy hagyom. Hogyha hagyom, azért nem mindig hagyom, meg most már azért növesztettem egy kis paszt. Ez szexista? Ez egy kicsit szexista volt. Férfiként kikérem magamnak. Ja. Azon mosolygok magamban, hogy pszichószakra jártál, és akkor így magadat így meganalizálni ilyen szempontból, vagy... Szoktam. És mi a végeredmény?
És belenyugszol abba, hogy hát én egy olyan személyiségtípus vagyok, akin átgyalogolnak. Hát, hogyha megvan ez a probléma saját magadban, akkor hát valahogy... Azt is megtanultam a pszichon, hogy a személyiség az pont egy olyan dolog, amivel úgy igazán nincs mit kezdeni. Tehát azon lehet dolgozni egy-két dolgom, de mondjuk az ilyen... Ne keserítsen, most ezt már magamra vetítve gondolom végig, hogy ezen nem de lehet hogy... dolgozni. Hát egy csomó mindennel nem nagyon lehet mit kezdeni, egy csomó személyiség zavarral például. Ilyen. Azok vannak és kész. Úgy lettél nevelve, úgy lettél tanítva, szocializálva, nem tudom. Az úgy marad. Lehet figyelni rá, mondjuk egy borderline is egy kinőheti nagy, vagy ki kordában tudja tartani. De meg ha, nem tudom, mondjuk a narcizmus is olyan, azt hiszem, hogy ha, bocsánat, trugdoslak, csak kényelmetlen a narcizmusról beszélni. Ja, azt hittem a szék nagyon kényelmetlen egyébként, mentem. Nagyon kényelmetlen a szék. Nem is. Szóval, hogyha tudja magáról, hogy narcisztikus, ami ugye a legnehezebb lenyomni a torkán, hogy ő az, mert pont az a lényege, hogy vagy azt mondja, hogy ő büszke rá, hogy az, vagy nem látja azt, hogy ez miért lenne probléma, hogy ő ilyen, és mindegy. Szóval, hogy de ha viszont véletlenül rá lehet vezetni őt arra, hogy amúgy narcisztikus személyiség, akkor valamennyire önismerettel lehet fejleszteni azt, hogy ne tegyen tönkre maga körül mindenki, de egyébként annyira azért nem változnak az emberek. De miért? Van egy pont, hogy mondjuk tudsz rá figyelni egy hétig, egy hónapig, fél évig, és aztán leolvad az agyad, és akkor azt mondja, hogy de én nem ilyen vagyok, és visszatér a személyiség? Hát én nem így képzelem, hanem úgy, hogy mondjuk hiába tudod, hogy bántod azt, aki mondjuk téged szeret, és veled van, és hogy tudod, hogy neked semmilyen szeretet kimutatása nem elég, és tudod, hogy egyébként ő szenved azzal, hogy ő próbálja kimutatni neked, és próbál neked jót csinálni, de hogy nem, neked meg nem elég, akkor így próbálhatod azt mondani, hogy jó, oké, ez nekem most így elég, meg megteheted azt, hogy mondjuk nem vágod a falhoz, és nem ütöd meg. Megteheted azt, hogy mert tudod magadról, hogy amúgy van rá hajlamod. Szóval ilyeneket így megtehetsz, hogyha így nagyon szeretnéd, vagy ha tudod magadról, hogy ez problémás nálad. Hát nagyon érdekes, hogy a pszichóról beszélgetünk, mert ugye én direkt nem szoktam készülni ezekre a beszélgetésekre, csak úgy beszélgetünk, mintha ott lennénk egy fröccsel a szórakozó helyen, viszont egyetlen egy ilyen bedobandó témám volt, hogy beszéljünk bármiről, ezzel akartam kezdeni, ami nem művészethez kapcsolódik. És mondjuk a pszichó az már ilyen, igen. De hogy mondj egy tök más dolgot. Nem hiszem el, hogy csak művészet, meg irodalom, meg ez van egyetem egész nap. Kutyák. Komolyan. Érdekel. Nagyon-nagyon szeretem a kutyákat. Hát ezt elég sokan elmondhatják nagyon magukról. Nagyon szeretem puszilgatni az orrukat, imádom a kutyák szagát. Az egyik legjobb és legotthonosabb szagnak, igen? Gondolom a világon. Akkor te büdös kutyával nem nagyon találkoztál még. De azt is szeretem. Jó, a nagyon büdös, tehát hogy a koszosan büdös, meg az ázott kutya az nem jó, de az egyébként frissen tartott, és középhosszú szőrű, tehát hogy ami nem ilyen nagyon hosszú, lucskos, az általában azért beleragadnak a dolgok. Fú, meg nem is puliaink vannak, nagyon szeretem de őket. De nagyon cuki. Azok a legokosabb. Annak a szagát mondjuk annyira nem biztos, hogy szeretném. Lát, a igen, én most... arra vagyok specializálva. Igen. Ja, és csak azért fintorodtam el egy pillanat, amikor mondtad, hogy a kutyák illata, mert hogy amióta az eszemet tudom, szinte csak pulink volt, van és valószínűleg lesz is kertesházban, és akkor eső után a kertesházban egy puli. Nagyon aranyos, nagyon cuki, de nem a világ legkellemesebb élménye. Hogyha a nagyon aranyos, nagyon cukin felül még ezt a járulékos, hát nem tudom mit hozzáveszük. Na igen, hát... És van kutyád? Nincs. Hát de a miért nincs? Van egy német vizslája. És azt szoktam szeretni. De miért nincs saját? Azért, mert az életformám az nem teszi lehetővé. Meg mondjuk... Egyszer próbáltam szobanövényt tartani, az két napig élt. Jó, de az nem tud ugatni. Tehát, hogy az nem szól. Itt, is meghalnának a növények. Igen, de így is az van, hogy egyik helyről rohanok a másikra, soha nincs időm. Gyakorlatilag nem tudok otthon lenni két óránál többet egy nap.
és az meg nem elég egy kutyának, és nem tudom magammal vinni folyton, és mindig arra figyelni, és nem tudom, és ez meg szar neki. De szerintem is. Én például most nem akarok itt semmilyen vitát kirobbantani, de hogy én falusi gyerek vagyok, családi ház, udvar, és hogy nálunk is bejöhet a kutya, de hogy én azt például nem a rossz értelemben, de nem nagyon értem, hogy miért van a kutya a lakásban, amikor nem biztos, hogy neki az annyira jó. Vagy lehet, hogy jó de neki. Van, akinek jó, mert volt családi kutyánk, amit még nem haltanak, például tökéletes volt a lakásban. Igen? Igen. Mert hogy csak lakáskutyám nem volt még. De hát érted, a lakáskutyát is le kell vinni. Reggel, meg este ugyanúgy. Igen. Hát apukám le is vitte. Innen. Tehát akkor nem az van a mögött, hogy úristen, mekkora felelősség meg teher egy kutya, hanem inkább az van, hogy most annyira zsúfolt az életed, hogy pontosan tudod, hogy így a Google naptárba nem fér bele. Az. Igen, az is. És azt is gondolom, hogy ez még mondjuk egy 10 évig, hogyha élek addig, akkor addig így lesz. Jó, hogy te ezt így méred, hogy... Hát, hú, volt az a film, volt az a, nem a... Justin Timberlake játszott benne, hogy volt egy óra a kezén, hogy így mikor hal meg. Jézusom, nem tudom. Nincs óra a kezeden. Nincs óra, nincs. Most értem, hogy ezt vagy valószínűleg viccből mondtad, de minden viccnek a fele az nem. Hisz, hogy 10 évig élek még, vagy nem. Nem tudom, mert van bennem egy ilyen állandó kapuzárási pánik igazából. Tehát, hogy még addig mindent, amíg vagy amíg családom nem lesz, vagy amíg meg nem halok. Így. Nem tudom. Nem gondolom, hogy meg fogok halni, de nagyon-nagyon sokáig élnek a családomban az emberek. A genetika. Meg ha jól eszel, meg sportolsz. De nem eszem jól. Mondjuk néha sportolok. De enni nem eszem jól. Jó, akkor most beszélgessünk a kajáról. A kajáról? Imádok enni. Nagyon szeretek enni. És mit jelent a nem eszem jól? Hát, hogy mindent imádok enni. Az nem baj. Viszont mondjuk általában egyszer eszem egy nap. Ilyet én is szoktam, és az elvileg nagyon nem jó. Igen. És akkor viszont rengetege. Hát nem látszik rajtad, mondjuk. Hát mert vigyázok. Mert... Jó, de én egyszer eszem, akkor az úgy van, hogy a 32-es pizzát azt így beinhalálom. Ja, én simán be tudom. Tehát nekifutásból megeszem. Belefutaszálva. De amúgy simán megedném én is. Simán. Tehát bármennyit meg tudok enni, csak utána akkor levonom a következő... Tudom, lelki furdalásod van. Aha, nekem az is. Kontans, de az már 10 éves korom óta. Tehát, hogy a testképzavart az sikerült beépíteni már. Igen? Az, hogy, hát az, hogy minden hízlal, hogy minden izé, és akkor így folyamatosan figyelni. Egyszer találtam egy ilyen pontozós diétát, még 12 évesen azt hiszem az interneten. Hány évesen? Már egy csajoknál ilyenkorán már bejön, hogy... Hát, hogyha anyukád mondja neked, akkor igen. Anyukád mondta neked? Mit? Mondta, hogy ne, azt Zsófikám nekem, kövér vagy. Hogy nagyon magas leszek valószínűleg, 178-180 centi vagyok, és hogyha így elhízom, akkor hústorony leszek. És akkor annyira megijedtem, hogy onnantól kezdve megtaláltam ezt a pontozós diétát, amiben az volt, hogy mindenféle kajáknak van valami pontértéke, és akkor egy darabig ezt így nézegettem, és azóta minden kibaszott nap, meg minden után így leszámolom, hogy ma hány pontot ettem meg, és hogy akkor az átlagos alatt vagy fölött. Így van egy max pontszám? Hát ilyen testtömegindexhez mérten nekem 21 pontot kell bevinnem, de annyit muszáj. Viszont általában inkább alatta eszem, de hogy nem zavar, hogyha fölötte eszem, és hogyha megspóroltam a héten egy csomó pontot, akkor utána eltek. És ezek így kattognak a fejemben folyamatosan, és annyira fasság. Hát az már nem rossz volt, de tényleg tudod, ez tök jó, mert egy darabig matek. Addig matek, amíg a kalóriát számolod. De az már nem matek, hogy mint a kaja meg az evés, hogy hú, ma ettem, nem tudom, 100 kalóriát, holnap eszek 100-at, az csak 200, de egy nap lehet enni mondjuk 2000-et, és akkor 2 nap alatt 4000-et ehettem volna, de csak 200-at ettem, úgyhogy a harmadik nap 3800-at eszek, és ugyanott vagyok. Tudod, ez... Meg a másik, amikor nem alszol sokáig. Ami nem alszol sokáig... Mennyi időd van aludni? Nem az, hogy hanem, hú, most aludtam 3-at, hú, most aludtam 4 órát, hú, most 2-t, most nem feküdtem le, utána alszok 16-ot. De attól az így nem jön vissza, meg azok az agysejtek ugyanúgy elpusztultak, mint amit, azt tudod, hogyha
ha 7 óra alatt alszol, az konkrétan nagy károsító. Rakjak rá ilyen parákat? 7 óránál kevesebb alvás. Az hosszú távon agy... Azt tudom, hogy az alvás az baromi király, mert hogy tanultuk pszichón. Igen? Hát igen, hogy éjszaka, tehát alvás közben a hipokampuszodban konszolidálódik az emlék. Tehát, hogy akkor emlékszel a dolgokra. Meg az... Tulajdonképpen, hogyha nem alszol, hanem olyan életformád van, hogy mondjuk állandóan forgatsz, és soha nem alszol, csak ilyen nagyon piciket, meg mindig éjjel, akkor gyakorlatilag az így kiesik az emlékezetedből, meg az életedből az az időszak. Wow. És van olyan ember az ismerőseim között, aki állandóan esetlen, és gyakorlatilag szerintem nem lesznek 20-as évei, mert így elszállnak, mert hogy nem fog az emlékezet lerakódni egyáltalán, és akkor mintha meg se történt volna. Tehát, hogy konkrétan a mai napom az így íródik egy Word doksiban, és ha nem alszom rendesen, akkor mentésre nem kattint rá senki, igen. És holnap kezdődik egy új oldal. Igen. 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 És... Igen. Kaja. Térjünk vissza, még nem menekülsz. Térjünk vissza, még ezt nem veséztük ki eléggé. Ezt a dolgot. De mit mondjak még róla? Hát mi az, amit szeretsz, de mondjuk nem kéne enni? Hát például önmagában a hús, a sajt, a zsíros dolgok, a nagyanyám főztje, nem tudom. Ezt a mamád meg ne hallgass, hogy nem kéne enni a mama főztjét. De hát annyira finom. Hát igen, ezt mondom. Igen. Értem én, most nem akarok itt semmi ellen menni, mert tudod, a kedvencem, hogy bármit ki lehet forgatni. De hogy nekem vannak olyan napjaim, hogy nem eszem húst, de attól nem vagyok vega, se vegán, és vannak napok, amikor eszem húst. Mert hogy az így nagyjáboli balanszban elvileg nem lenne probléma, de közben meg azt is tudom, hogy hosszú távon nyilván az állattenyésztés az rendkívül terheli a környezetet, tehát valamilyen szinten vissza kell húzni, de attól én még nem vagyok, meg nem is akarok olyan lenni, hogy na, akkor holnaptól semmi, ami hús, mert azért... Tudom, hogy nem ilyen mennyiségben, de az elmúlt pár ezer évben az ember evett húst. Mm. És hogy hogy vannak a fogak? Hogy van a gumós zápfog, a redős zápfog, meg a... Meg vannak az őrlő, meg a... De nem tudom, tehát, hogy a mi fogunk ugye olyan, hogy a mindentevő. Igen. Mert hogy lehet különíteni a növényevő fogat, a húsevő fogat, meg a mindenevő fogat, és azért nem véletlen van mindenevő foga az embernek. Pár ezer... pár tízezer, pár százezer év alatt ez így kialakult, de ne általánosságot mondjál, kérlek, ne került ki a kérdés, zsírosat, meg izé, mondj jó kajákat. Kemény Zsófi, kedvenc kajái bulvár téma. Csirkepörkölt nokedlival, természetesen. Jó, összefújt a nyálaszámmal, igen. Az a baj, várj, mikor ettem? Vadas. Zsemlegombóca? Igen. Majdnem diétás. Úristen. Várj, ez még csak kettő volt, top 5. Ha az interneten nem olyan címet adsz egy videónak, hogy top akármi, akkor már nem nézik meg. Töltött paprika. Igen. Síri csönd. Igen, mert most nagyon... Hát most ilyen extrát is mondjak. Bármit. Mi az, ami eszedbe jut? Nem hiszem el, hogy azt mondom, hogy kaja, és nem ugrik be valami. És már beugrott 3. Hamburger, igen. Hát meg én ezt az ilyen humuszos salátás lófaszt is. Azt tettem ebédre. Humuszos salátás lófaszt. De az például tök... Falafelbárban, az nagyon finom. Ott tettem. De az egyik legjobb amúgy. Igen. Ez itt most akkor az ingyen reklám helye, de őket nagyon szeretem, akkor valószínűleg te is. Hát amióta a legjobb barátnőm vegán lett, most már nem vegán, de azóta nagyon sokat jártunk oda, egy éve kb. És hajnal a kettőkor is egy átmána szörpözött este után még nyitva van. És az az egyik legjobb falafelbár a Veselényin. Kétli Anna téren egyébként. Igen, bár én a Hollánon jobban szeretem. Ja, de várjál, a Hollánon humuszbár van, nem? Hát igen, de hogy ott is ja, hogy, lehet kapni. Hát csak más cég. Azért, bocsánat, elmész a Veselény is, persze, nem direkt reklámozom, csak hogy tényleg elmész oda, és ott ők mondták, hogy ott az igazi falafel van, ha nem tudnád. Jó. Nem, mire, úristen, nekem most nagyon éhes lettem, úgyhogy... Az, bezárt a montenegrói gurman a
a Blahán. Bezárta Montenegró. Múltkor elmentem arra, és így, mert így nekem a korvintetős nagy rebulik után az van meg ilyen 17-18-19 éves koromból, hogy mindig az volt, hogy hajnali 4-kor már így kivertek minket onnan, és akkor így átmentünk a montenegrói gurmába enni egy ilyen pieskavicát, és annyira jó volt. Hát figyelj, én nem tudom, hogy volt-e olyan jó, akkor most már múlt időben mondom, mert rég nem jártam arra, de nem tudom, hogy volt-e olyan jó ajvár bárhol, sehol, máshol a városban. Volt, de hogy volt? Hogy lett volna? És ezt én úgy mondom, hogy nem vagyok egy nagy balkáni kaja szakértő, de Bajára jártam gimibe, azért a szerb határ elég közel van, tataházi vagyok, ahhoz még közelebb van, és hogy tudod, amikor így eszel autentik ilyen cuccokat, és utána a montenegrói gurmanból ugyanez jön szembe, hát most szomorú lettem. De lehet, hogy nem zár be, csak amikor én arra mentem, akkor, úgy akkor nem az egy éjjel-nappali hely volt, nem? Igen, de. Nagyon szomorú lettem benne, igen. Jó. Most azért térjünk el a kajáktól, mert nagyon éhes vagyok, és volt már olyan, hogy elkövettem azt a hibát, hogy hát így éhesen kezdtem adásba, és ilyen belekorog hangosan a gyomrom a felvételbe, ami szerintem nem... Az viccesnek nem vicces, elegens. Csak... Hát nem. Gyomorhangok így. És nincs vágva. Emlékeztetnélek. Tehát az a síri csönd, amit egy ilyen 10 másodpercig volt, míg kaján gondolkoztál, az benne lesz. Csak azért rakom rád a parát, mert az volt a vicces, hogy így elkezdtél így... Igen, nagyon rástresszeltem, hogy most tényleg az 5 kedvencemet kéne mondani. És mi van, hogyha nem pont azt mondod? Soha senki nem fogja megtudni. Hát ez nagyanyámon az... kívül, hogyha nézi a műsort, mert ő tudja, hogy... Igen, de hogy az a rész meg le lett fedve. Ez egy kegyes hazugság, hogy nem kegyes hazugság, de hogy igen. Na, akkor csináljunk már ilyen topokat, mert ez most érdekel. Fuga, jó. Top 5 trash film, ilyen nagyon rossz, ami maradandó. Mondtad, hogy... Jumanji. Igen. Ezzel sok embert meg fogsz sérteni szerintem. Igen? Hogy a stressz. Nekem ilyen semmi nem volt. Én azt felnőttként láttam, és úgy már ilyen semmilyen. Ilyen... Ja, én csak nagyon féltem tőle kicsiként, de valahogy ilyen Stockholm-szindrómám volt vele, hogy soha nem volt tévénk, de amikor átmentük a nagymámhoz, akkor így bekapcsoltuk, és akkor ami éppen ment, akkor az úgy jó volt. És szerintem sose láttam egybe azt a filmet, de valahogy annyira erősen megmaradt, hogy nem tudom, hogy valahogy egy hatással volt. Nem tudom, mi számít igazából trashnek. Amiről úgy gondolod, hogy annyira rossz, hogy rossz, vagy annyira rossz, hogy jó. Képzeld el, próbáltuk a trashnek a fogalmát megfejteni, és így nem ment. Mert hogy az egy olyan stílusjelző most már, hogy például lehet trash egy olyan alkotás, aminek mondjuk a kivitelezése tényleg ez a úgy trash, hogy szó szerint trash, hogy mondjuk egy YouTube videó, vagy egy rövid film, ami mondjuk szarul van fölvéve, de ami mögötte van, a mondani való, az meg mondjuk jó. Hogy az akkor trash-e, vagy nem trash? Vagy az lehet-e trash, ami mondjuk mocskos szépen van felvéve, maradjunk akkor a YouTube videónál, vagy a kisfilmeknél, de ilyen nagy, semmi, üres lufi. Jó, ezt most csak azért mondtam, hogy... Pont az a lényeg, hogy ilyen többféle minőség van együtt, nem? Kb. Erre jutottunk ki, hogy azt lehet jó értelemben is, pozitívként is használni, hogy valami trash, de negatívként is mindig így az értelmezési környezet a lényeg, hogy akkor ezt most mikor és mire mondtad? Mert hogy nincs... Tehát most arra azt mondod valamire, hogy fos, az egy nagyon egyértelmű jelző. De az, hogy trash, az még nem biztos. Ja, akkor rossz film. De az, amely azok nem szerettem szerintem igazán. Mondjuk volt ez a Hófehér. Fú, aznak szerintem csak a trélerét láttam. Amit igazából nem szerettem, de az is olyan volt, hogy annyira viszonyogtam tőle, hogy valamiért mégis megfogott. Még nagyon tudtam röhögni egy-két részen. De, fú... Azért a rosszat kérdeztem, mert az mindig menő. Tudod, hogyha jót mondasz interneten, az így kevésbé érteti az embereket. Ja, vágom, de hogy én nem tudom, hogy mit láttam még. Ami tényleg rossz. Mondtad, hogy egyedül voltál moziba, és láttál nagyon ilyen béna, vagy közepes, vagy igen, ilyen... Igen, azok egyik sem maradt meg. Ilyen, ja, törli? Aha, persze. Rögtön, ne foglalja a helyet. Az összes Marvelt láttam meg minden, de azok nem voltak egyébként olyan rosszak, csak... Csak így már nem fogja fel az agyam a sok akciót, így nem tudom, hogy mi történik éppen.
képernyőn. Nem. Ne kínozzalak ezzel, mi? Nem, az a baj, nem teszünk. De amúgy semmi. Most azért vagyok geci egy kicsit, mert nekem se. Tudod, így egyértelmű rosszat, így most mit mondjak? Hát meg nyilván van ez, hogy most miért mondom én valamire, hogy rossz, amikor az lehet, hogy valakinek jó. És inkább igen. Az a lényeg, hogy mindenki megtalálja magának azt, ami. Igen. És én igazából tényleg szeretem a trash kultúrát, csak most olyanok jutnak eszembe, amik tényleg rosszak, és nem is szerettem őket, de nem trash. Mondjuk az új Han Solo film, azt mondtam, annál rosszabb film a világon nem volt. Nagyon rossz még volt. Nagyon rossz volt. De nem is szerettem ennek megfelelően, viszont az nem trash. De ezt elfogadom harmadiknak, akkor nem trash. Akkor ilyen the greatest filmes csalódások of all time. Akkor mondjuk Han Solo film. Az alap. Aztán ez a Harry Potterek között is volt, ami már nem hozta a mit? Nem ugrotta meg a lécet. Meg most tényleg így leblokkoltam ettől teljesen. Jó. Akkor mondjunk pozitívat, amire senki nem kíváncsi. Amire nem kíváncsi? Hát nem tudom, a Karib-tenger kalózai szerintem ez csodálatos. Képzelni, nem bírom végignézni. Komolyan. Jézusom, de az elsőt se. Úristen, imádom. Nagyon szeretem. Én mondom a Scott Pilgrimet, azt vágod? Scott Pilgrim versus the World. Egyszer láttam, és utána megvettem DVD-n, megvettem a képregényeket. Hát is igazából ennyi, és így évente egyszer-kétszer meg is nézem. Netflixen is megnéztem, pedig megvan DVD-n. Nincsenek ilyen akadások, amiről úgy gondolod, hogy ez olyan jó, hogy én ilyet nem tudnék, és azt tetszik benne, hogy én ilyet nem tudnék, és de jó. Hát most ha maradunk a nem, egyébként nem művészfilmnél, akkor mondjuk a Love Actually az olyan szerintem, ami a maga kategóriájában például olyan, amilyet nem tudnék. Most eszembe jutott egy trash, a Bajos Csajok például, meg a Csajok a csúcson, ezeket minden szeretjük a barátnőimmel, meg a Jézusom, mi a High School Musical-t is szeretjük. De azt a Zac Efron miatt, vagy hogy hívják, nem? Nem Zac Efron, vagy hogy hívják? Zac Efron. Igen. Twilight-ot is szerettük igazából. De azt a milyen értelemben? Hát, amilyenben lehet. Tehát, hogy olyan rossz, hogy jó, vagy olyan... Igen. Hát, hogy azért úgy tini lányként azért úgy el tudsz rajta, úgy nem tudom, élvezkedni azon a filmen. Szürke 50 árnyalata. Nem, az már nem. Tehát az már engem nagyon nem kapott el. Tehát elolvastam egy részt, de hogy így iszonyatosan utáltam, undorodtam tőle, és táborban voltunk, ahol az volt az egyetlen könyv, tehát kénytelen voltam azt olvasni. Nem az volt az egyetlen, de már többit elolvastam, amiket magamnak vittem, és akkor az ment körbe. És igen. Nem tudom, én nem tudok olyat olvasni, ami nem érdekel. Végig befejezted? Be. Hát így zaváltatja magát, mert annyira, tehát folyamatosan szexi leírások vannak benne, ez most szintén így szűz kamaszként azért úgy elég érdekel, hogy ez így hogy néz ki. Nyilván elolvastam. Most azon gondolkozom csak, hogy amikor ilyet ír az ember, azt így hogy írja, és honnan tudod, hogy úgy írod, hogy az úgy átmenjen. Így bevillant, semmi. Én nem tudom, tudok írni. Én most írom a regényemet, és nagyon sok szexjelentet kell beleírnom. Tehát pont azért, hogy legyőzzem a prüdériámat, én így bedobom magam ilyen helyzetekbe most írással kapcsolatban, és hát sokat dolgozom fantáziából, és sokat igyekszem tapasztalni. Na mindegy. Hogy néz ki a regényírás folyamat? Mert az valami olyan, ami full kreatív, tehát így az nem rendelésre megy, hogy na, ma fölkelek reggel 8-kor, mint amikor bemegyek a munkahelyemre, délután 4-ig írok, kijöttem, elfelejtem, viszont valami határideje meg kell, hogy legyen. Így működik? Ez úgy működik, hogy van egy szerződésed egy kiadóval, van egy határidőd, általában mondjuk egy év, vagy fél év, vagy nem tudom, nekem most már csak így decemberig van például, de hogy egy ideje már tudom ezt, tehát már egy fél éve tudom, és én amikor az aktív írási időszak van, tehát nem a
átgondolom, végig gondolom, megírom a cselekményvázatot, gyűjtöm hozzá az anyagot, a kutatási részt, meg a járom a várost, iszom, és közben leírom emberekről, amiket így látok, meg megfigyeléseket teszek, stb. Hanem az aktív írási periódus van, akkor felkeltem magam 9-kor max, és akkor addig írok, amíg bele nem fáradok. És aztán másnap megint. Akkor viszont, amikor belefáradtam, akkor érzem, hogy jó, ma csak két oldalt tudtam írni, de akkor is most haladtam, dolgoztam, és most felállok, és elmegyek inni. És azt... Nem, inni, nem alkoholt inni feltétlenül, hanem úgy élni, vagy nem tudom. Azt rögtön tudod, hogy az jó, vagy mondjuk lehet, hogy két nap múlva előveszed, és azt mondod, hogy fú, ez mekkora szar. Simán lehet. Van ilyen? Akkor is haladtam, hogyha kihúztam azt, aha, a két, ezt az Eszterházi mondta. Hogy az is haladás, hogyha aznap csak annyit csináltál, hogy kihúztál két oldalt, akkor is haladtál, mert egyszerűen annyi az egész, hogy ülj le a seggedre és csináld. Szerintem. És amúgy megy, mert mondtad, hogy stréber vagy, és mindent elolvastál, ezt ugyanúgy az alkotással is meg tudod csinálni? Most arra gondolok csak, hogy nekem például mindig van izém, nekem mindig van határidő parám. Én meg mindent leadok előtte, határidő előtt bőven, sokkal. Minden feladatot akkor kezdek el megcsinálni, amikor megkapom. Vagy hát az esetek legnagyobb részében, és akkor sorban haladok a dolgokkal. És nem csak az aktív írási periódusban csinálom azt, hogy felkeltem magam 9-kor, és addig dolgozok, amit tudok, hanem csak olyankor más feladataim vannak. Általában vannak iskolai írások, meg épp repszögeket kell csinálni, felvenni a repalbumot, mit tudom én. Bármi, ami így bejön, vagy fellépésre menni, stb. És akkor, de mindenképpen felkeltem magam és dolgozom valamin. Csak nem az van, hogy ülök és írok, hanem mindenféle. És simán akkor ez a reggeli alkotó vagy? Hát igazából ilyen egész napos ingen. hogy akkor is dolgozom, amikor nem effektíve ülök a gépen. Meg nem nagyon tudok lekattanni. Tehát kicsit mániákusan nem tudok lekattanni. Azért kérdem csak, mert én például akár annak idején még zenét szerkesztettem, vagy videót vágtam, az nekem mindig csak ilyen este 10-11, és hajnal 3-4-ig. És én napközben nem tudok megmozdulni, csak erre vagyok kíváncsi, hogy neked meg ez szerencsére ja, nem, fordítva. Akkor már inkább fordítva, igen. De nagyon szeretek aludni. Amennyire lehet nappal szeretek, is. Annyira aludni is szeretek, meg annyira szociális életet élni is szeretek, tehát igazából mindent próbálok belesűríteni egy napba, és akkor az olyan, hogy akkor muszáj felkelni, dolgozni, és aztán elmenni, és aztán még aludni is. Mint mondtad, 7 órát minimum, különben elhal az agyam. Igen. Mostantól. Nincs rajtad para, az a lényeg. Az a lényeg. És ugye most a legutóbbi klipped az áprilisban, vagy mikor jött ki? Fú, azt nem talán áprilisban. Hogy akkor most készül album? Az már fenn van. A teljes? Hát igen, mert az csak ilyen 4 új szám lett azokhoz képest, amik már fenn voltak, de összesen 10 számos az album. A Hard Days Hard album. Jaj, nagyon, nagyon, nagyon bírtam, és annyit csináltam csak, hogy beleolvastam a komment szekcióba, és akkor volt egy nagyon okos komment, hogy hát ez a Sophie Hard, ez elég pornós név. De nagyon sokan mondják, hogy ez ilyen revelatív lenne. Hát így amúgy direkt hát ez van. Direkt van. Persze. Csak amikor így ezt köszönjük, Captain Obvious. Tehát amikor így úgy érzi az ember, hogy hát hallod, én most azért rájöttem valamire, amire szerintem ő nem. Csak ezt így hogy mondod meg, hogy ez. Tehát, hogy hát jár a keksz. Hát igen, direkt smiley. Én általában igyekszem. Egyébként YouTube-on nem válaszolok kommentekre soha. Nem értem, hogy miért. De hogyha valaki rám ír ezzel, akkor azért meg szoktam írni neki, hogy igen, amúgy ez direkt van. De mi Instán írnak rád, hogy hol? Vagy Facebookon? Instán, Facebookon, bárhol, mindenhol. Sokan, néha. És ebbe belemész ilyen... Hát az első körben általában igen, hogyha nagyon nyomják, meg nagyon olyan, ami kellemetlen, kényelmetlen, stb., akkor így után nem írok vissza, de le nem tiltottam soha senkit, mert a dickpikes csávokat letiltották helyettem, letiltottam a Facebook. Úgyhogy ilyesmi. Volt pár parább, akit le kellett volna egyébként. Nem, mint mi, olyat írt? Hát ilyen halálos fenyegetés egyébként, és akkor így azt le kellett volna, de gondoltam, hogy biztos ártalmatlan egyébként. Én mondjuk tiltottam le ilyet YouTube-on.
Hogy, hogy így, aha, aki sokat szóra írta be, hogy jó lenne, hogyha bemennék a pincébe egy kötéllel. Csak így tudod, így, és így belegondolsz, hogy de hogy így nem is vágom, hogy ki ez, ő se ismer engem, de azért hát van egy erős tanácsa felém, és így nem tudom hova tenni, és ezt így megunja az ember, mert szerintem ez valami olyan, amit így nem kell eltűrni. Nem, az azért úgy nyomasztja az ember, szerintem valahogy van azért a babonából ilyen átok, fóbia, nem? Tehát, hogy benned nincs egy ilyen... Én mondtam, hogy vedd fel a táskádat a földről, mert kimegy belőle a pénz. Igen, igen, de hogy igen. Valamilyen tök sötét ereje van annak, hogy így megátkoznak. Egyáltalán nem hiszek benne, hogy valóban működne egy átok, de azért... Hát de érzésnek szar. Igen. Én is kaptam ilyeneket, hogy a feministákat bele kéne lőni a Dunába, meg nyitom a gázt, meg ilyeneket. Akkor így ne. Talán ezért nem válaszolok egyébként YouTube-on, mert ott engedik meg maguknak legtöbbször ezt. Igen, mert oda nem mindig kell arcot meg nevet rakni. Igen. De amúgy ez tök vicces, hogy onnantól kezdve, hogy valakinek kint van a neve meg a feje, mondjuk Facebookon, akkor már mégis van egy lépés a hátrébb, hogy hát azért csak én mondom, YouTube-on meg nem igen. Tudom. Súfni mester 62. Mit tudom én, mondtam valamit. Na, mondj még egy olyan dolgot, amit mondjuk nem tudnak rólad. Hobbi, vagy akármi más rigója. Kíváncsi vagyok, mert mindig az van, hogy tudod, ez a sablonos interjú mondjuk Kemény Zsófival, hogy igen, akkor művész családból származol, milyen volt megélni azt, hogy és akkor erre most mit mondasz? Hogy... Mindig ugyanaz, hogy néha egy kicsit más, és akkor szégyellem magam, hogy... Másról meg más mondom, és akkor... De hogy most én azért próbáltam nem erről beszélni. Igen, a kajákról. Remélem, hogy értékeled. Abszolút. Mert hogy nagyon... itt az embereknek az emberi oldalát is, meg azon keresztül a szokásait, a szakmáját, a világnézetét, nem tudom, mit szeretnék így átnyomni a YouTube-ra, hogy ismerjenek meg másik oldalról is. Csak mondok egy példát, a Stöki, aki az előző adásban volt, ugye egyik főszerkesztő helyettes az Indexnek, meg tech, meg gamer újságíró, ő így nagyon félve, így belevörösödve mondta, hogy origami. Hogy ő origamizik. Origamizott, meg most is még néha a gyerekeivel origamizik, és ez lehet, hogy így, nem tudom, 100-ból 99 ember, aki ismeri a Stökit, nem tudta. Hogy igen, nekem is ilyenek vannak, hogyha valamit mond. Tudok mondani, akkor az mondjuk a terepasztal, az, amiben mániákusan, de meg a makettek úgy általában. Ezt nem mondott dolgok, komolyan. És ha vonatok mennek rajta, akkor meg teljesen elalélok tőle. Például. De ez honnan van? Kapták karira? Sose volt. Tényleg? Egyszer egy kupont kaptam a szüleimtől, hogy elvisznek egy ilyen nagy terepasztal oázisban, vagy paradicsomban, nem oázisban, vagy van valahol az Andrássy környékén, de sose vittek el, és nagyon haragszom érte. És makettesztél egyébként? Ne, hát egyszer volt egy olyan feladatunk az iskolában, hogy a Pál utcai fiúkat vettük, és hogy a grundot azt csináljuk meg makettben, vagy hogy így bárhogy, ahogy gondoljuk. És volt egy barátom, aki megsütötte sütiből, meg ilyenek. Én meg fogtam magam is, vettem egy gyufas katuját, ilyen száradós gyurmával csináltam a farakásokat, meg nem tudom mi is, én mágszemeket tettem bele, és azok az emberek is így megpöckölted alulról, akkor így mozogtak, így. És olyan volt, mintha így rohangálnának benne aha. A fiúk, és így kinyitottad a gyufas katuját, akkor ott volt benne a grund. És az például így, nagyon szerettem azt, szóval, hogy így ennyi volt a makettezős. De figyelj, egyébként ezt szerintem soha nem késő elkezdeni. Ja, meg a nagymamámnak volt egyszer egy olyan kreatív ötlete, hogy amikor nyáron ott voltunk a Balatonon, és érett a barack, az őszi barack, és kiszárította a magokat, és ha szétnyitod, akkor ugye van benne egy ilyen, hát egy ilyen alakú igen. Cucc, amiben egy ilyen magház van. És az úgy néz ki kb. Mint egy ilyen medál. És arra festettünk ilyen arcképeket, ilyen kosztümös arcképeket iszipiciben a nővéremmel. Csak aztán, amikor megszáradt, akkor lepergett. És az nagyon rossz volt. De az is ilyen makettszerű volt. De lehet elmettél volna így a családból kiszakadva mondjuk a képzőre, vagy a moméra, vagy bármi ilyesmi. Hát ha ezeket szereted, vagy tetszik. Én csinál.
láttam rajzversenyeket, hogy ilyen budapesti nyerek meg ilyenek, az úgy ment. De csak azért, mert fantáziám volt. Tehát nem tudtam igazán rajzolni. Mondjuk a nővérem csodálatosan rajzol, és iszonyú aprólékosan, és nagyon szépen. Én meg inkább ezt a Dionysoszi vonalat vittem, hogy így nagy skiczek, de hogy ilyen nagy fantáziával, az övé is kurva fantáziával volt, de hogy az enyém az ilyen másféle dolog, és mindenféle technikával így összebaszva ilyen képeket festettem. És mondom, minden évben azért nyertem meg ezt a kurva rajzversenyt, mert hogy látták benne, hogy valahogy más, hogy mozog az agyam, tehát nem a paneleket festem le, meg az M madár, az nem madár például, meg ilyenek. Ja, meg a mesemondó verseny, az még jó volt, amikor Csángó mesét mondtam, és Csángul mondtam mesét, meg ilyesmi. Ha már ilyen érdekes dolgokra vagy ki. Hát csak az, ami például igen, nem kerül elő egy interjúban, azon túl, hogy kemény lányok, meg kemény család, meg stb. Itt csak ilyen szkíjeim voltak, ilyen apró szkíjeim. Még a tájékozódás, ezt imádom. Mármint a tájékozódás, mit van, tájékozódási hát, futás, vagy amikor, mi? Nem, hanem amikor mondjuk Berlinben éltem, akkor felszálltam egy nagyon depressziós voltam egyébként, mert utáltak az iskolában, és akkor így felszálltam egy járműre, elmentem a végállomásig, és megpróbáltam valahogy tök máshogy hazajutni, és akkor délutánjaimat ezzel töltöttem, hogy így igyekeztem leképezni, 16 éves voltam, azt hiszem, a várost. Én már így lepróbáltam volna kerekíteni ezt a beszélgetést, de te miért voltál Berlinben? Ja, bocsánat. Ja, nem bocsánat, engem nagyon érdekel. Azért, mert apa kapott egy ösztöndíjat, uh-huh. És akkor kivitt minket. Ez mennyi idő volt? Egy év. Ez tök jó, nem? Uh-huh. Vagy nem jó? Nem volt hát jó? Hát megtanultam a nyelvet, aztán el is felejtettem, de hogy egyébként leraktam a nyelvvizsgát, van egy felsőfokunk, és nem tudok németül. Úgyhogy egyébként ennyire volt jó. Ja, meg arra, hogy megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor kirekesztenek. Miért? Mert magyar vagy, vagy mi? Hát azért is, meg mert csúnya voltam, meg magas, meg szegény, meg kelet-európai, és nem tudom. És ez így jött? Hát ezért jöttek utánam a fiúk az udvaron, is kiabálták a nevemet, és rögtek. És nagyon rossz volt. Képzeld el, van egy nagyon kedves barátom, egy zenei producer, aki Japánban él, mert ott van most munkája, és azt mondta, hogy mindenkinek ajánlana az életben, aki így előítéletes vagy bármivel küzd, hogy mondjuk európaiként menjen ki Japánba, és töltsen el ott, mit tudom én, egy hónapot vagy kettőt. Itt a Isten mondjuk, ha sikerül, dolgozzon egy olyan cégnél, ahol ő az egyetlen fehér, európai, és mindenki más japán. Mert mondta, hogy nagyon durván ki van nézve, valamennyit beszél japánul, beszélnek a háta mögött, ő ugye a fehér disznó, a gaijin, mert hogy igazából egy kicsit vezető pozícióban van, és hogy mondta, hogy nagyon durva ezzel szembesülni, mert nyilván ez így minket, fehéreket ér utol a legkevésbé, meg a legkisebb számban. De akkor téged meg akkor a k-európaiságod azért utolért. Az nagyon, és nagyon sokat tanultam belőle, tényleg nagyon sokat. Na, kerekítsd le azt a beszélgetést most. Csak annyira akarom lekerekíteni, hogyha mondjuk valaki szeretne tájékozódni arról, hogy te hol vagy, megtalálható, és akkor nem így a privát életben, hanem hogy hol van mondjuk klasszik lasszó, vagy felolvasás, vagy slam, vagy bármi, az hol talál meg téged? Hát szerintem főleg az Instagramon. Aha. Azt használom leginkább. Akkor azt kiteszem majd a videó alá. Jó, mit szólsz hozzá? Az nagyon jó. Csak dickpiket ne küldjetek. Dickpiket ne küldjetek.